A mai videóban leltárfelvételi ívet fogunk készíteni. Nézzük is akkor meg a feladatot. Leltávozás. édesség Édességraktárban található készlet, készlet ugye milka csokoládé, a Ráó, csokoládé, itt ki vannak írva a darabszámok és a fogyasztói árak. Eladótérben található készlet, ugye milka csokoládé, milka bocié csokoládé, itt is, itt vannak a mennyiségek és szintén a fogyasztói árak. Készítsen leltár felvételi ívet. Az önök üzlete Csoki Kft. 22-es számú üzlete. A leertárt 2020-30 ára kell befejezni. Akkor kezdjük is a könnyebbekkel. Tehát írjuk be az adatokat. Tehát gazdálkodó szervezet megnevezése, Ugye itt olvashatjuk, hogy Csoki Kft. Tehát akkor beírjuk, hogy Csoki Kft. Leátározási egység megnevezése száma, ugye 22-es számú üzlete a Csoki Kft-nek. Lehetár időpontja, lehetár fordulónapja, ezt itt találjuk meg. 2020, tizedik hó 30. Ugye itt is szintén ugyanazt a napot beírjuk. Ide kell beírni, hogy hány darab terméket vizsgáltunk meg, ugye mind a édességraktárban, mint az eladótérben. Ugye számoljuk meg, 3, ugye 1, 2, 3, 4, 5, 6, tehát 6-ot tehát 6 darab. Kezdjük is az elsővel, tehát Milka egy csokoládé. Meg a kódját is persze ide kell írni, hogy 1345. Következő, bemásoljuk ezt, 4567 Milka, Euro, Következő 5-6-8-9 boci, étcsokoládé. Következő 1-3-4-5 milka, étcsokoládé. 4, 5, 6, 7, mi akar órávó? Öt, 6, 8, 9, boci, 7, csokoládé. Mennyiségi egység következő, amit ki fogunk tölteni. Tehát mind látjuk, hogy az összes darabban van. Mennyiségek. Ugye az írjuk sorba, hogy könnyebb legyen nekünk is. Tehát csak sorba leírjuk ezeket, amik itt vannak. Mi is itt csak sorba leírjuk. Tehát az első az 200... 50 220 450, 45, 25 és 30. Ugye ezeket írtuk le sorba. Nyilvántartási egység árra következő, amit ugye itt látjuk, tehát fogyasztói jár, tehát 1050, 1110, 450, 1050, 1110, 450. Ugye ezeket is sorba leírtuk. Értékeket kell számolni, majd de előtte csináljuk meg a megjegyzéseket. Mert ott még nem kell számolgatni. Mondjuk ez a számolása nehéz, de előtte nézzük meg a megjegyzéseket, hogy azt is rakjuk tisztában. Tehát a megjegyzés, itt ugye azt kell meg beírni de a megjegyzésbe, hogy hol található az a termék. Ugye azért volt itt kírva a táblázatunkban, hogy érde édességraktárban található készlet, itt meg az eladó térben található készlet. Tehát ezt mind a megjegyzésbe be kell írni. Tehát megjegyzés, ugye három termék, tudjuk, hogy az édesség raktárban volt. Tehát itt a első három tétel, oda édesség raktárt kell írni. É, ER, tehát rövidítünk. Édesség raktár. Tehát az nagy az édesség, az nagy R er meg a raktár. Tehát ez az édesség raktárba található. Eladó térben pedig eladó T, ET, ET. Édességraktár és eladótér. Meg is írtuk a megjegyzésünket, tehát akkor számoljuk ki az értékeket. 250 darabunk van, 150 forintos darabáron, tehát 250 ször 1050. Tehát 250 ször 1050 az 262500. 262.500. Következő 220 darabunk van, 1110 forintos tehát 220 szor 1110. Bocsánat, elrontottam. 1110. Így a jó. Tehát akkor 220 x 1110, az 244.200. 244.200, tehát ezt ide beírjuk, 244.200. Következő 450 darabon van 450 forintos egységáron. Tehát 450 400. 50. Tehát 450 450. az 200 500. Tehát 200 500. Következő 45 darabom van, 1050 forintes egységáron, tehát 45 x 1050. Az 47.250. Tehát beírom ide, hogy 47.250, hiszen 45 x 1050, következő 25 x 1110, tehát 25 ször 1110. Az 27750. Az 27750, be is írtam. Következő 30 darabon van. 450 forintos egységen van. Tehát 30 szor 450. az 13500. Tehát ide beírom, hogy 13500. És akkor itt annyi a feladatom, hogy így az összeset összeadom. De még mielőtt ezt megcsinálnám, ugye szabály szerint ki kell zéznem azt, ahová nem írtam. Tehát kizéztem ott, ahol nem írtam, és már csak összesítenem kell, hogy összeadom ezt az összeset. Tehát 262.500 plusz 244.200 plusz 202.500 plusz 47.250

tehát itt láthatjuk kitöltve ezt a táblázatot, már csak az egységvezető aláírása, illetve ellenőr aláírása kell. Ugye itt vagy a saját nevünket írjuk, vagy kitalált nevet. Ugye itt, itt ide a saját nevet, ide kitalált nevet, ide szintén kitalált nevet, ide szintén kitalált nevet. De itt a feladat nem írtam, hogy ugye milyen Egységvezető, hogy hívják az ellenőr. tehát kitalált nevet írunk akkor mindenhova. Tehát... Lehet József... Kis... Kis... Ö, Dániel mondjuk... És... Ö, Káló János és Hiány Károly. Ezeket írtuk be. Most itt. De aztán mindenki eldönti, hogy miért. E, ír. a felvételi ívnek, tehát akkor így kell kinéznie. Tehát, e, amit itt látunk ugye miért a étcsokoládé, ugye hiába ugyanaz a neve, amit látjuk, akkor is tételesen fel kell Az egyik ilyen raktárba, a másik olyan raktárba, és akkor majd a végén az értékeket adom csak össze. Tehát itt ennyi számolás van. A többi az mind másolás lényegébe. Úgyhogy ennyi lett volna ez a leltár felvételi hív. Úgyhogy köszönöm a figyelmet, remélem hasznos volt, és további jó tanulást kívánok!